Köszöntöm a Nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, akik a szót viszik. És ez már a műsor étlap része, mert hogy akik a szót viszik, azok a szóvivők. Hamarosan ismét lesz szóvivők bálja. Vendégünk itt a stúdióban dr. Orodán Sándor, a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének elnöke, valamint az Egyesület elnökségi tagja Gedeon András, és persze mindketten voltak szóvivők is. Aztán észrevehették hűséges nézőink, hogy rendszeresen hírt adunk a magyar-kínai kulturális és gazdasági kapcsolatokról, hiszen szinte minden hónapban van olyan rendezvény, ami közérdeklődésre tart számot. Nemrégiben is volt például egy konferencia, ott voltunk mi is forgatócsoportunkkal, és a továbbiakban is folyamatosan figyelemre kísérjük, hogy mindaz, ami elhangzik ezeken a rendezvényeken, hogyan valósul meg a gyakorlatban. Aztán klasszikus magyar darabok, kortárs szerzők, tabu témák, fesztiválok és jótékonysági előadás. A Spirit Színház jelene és jövője. Vendégünk itt a stúdióban Perjés János, igazgató színész, valamint Nagyváradi Erzsébet színművész. És a végén jön a feltaláló zseni, aki gyermekkorában macskákat simogatott az elektromos áram reményében, aztán feltalálta ezer más szabadalma mellett például a fonográfot, a villanykörtét, és például az autók önindítóját is. 170 éve született Thomas Alva Edison, aki, talán ezt kevesen tudják róla, mindössze 3 hónapig járt iskolába. Kezdünk! Akik viszik a szót, azt hiszem, hogy ezzel nyugodtan elkezdhetjük a beszélgetést, és azért is mondom, mert annak idején a nagyon okos emberek rájöttek arra, hogy akármilyen szervezetről, intézményről, közintézményről, minisztériumról, színházról, bármiről van szó, sokkal inkább el lehet mondani a nagy közönségnek, az érdeklődőknek azt, ami tulajdonképpen annak a szervezetnek célja, küldetése, sorolhatnám. És azt, hogy ezt meg tudják valósítani, arra jöttek rá, hogyha egy profi ember ott van, aki profi módon tudja tálalni mindazt, amit nem biztos, hogy az ottani vezetők vagy bárki tálalni tud, mert egy igazgatónak nem biztos, hogy az a dolga, hogy a legszebb magyar nyelven elmondja a legokosabb gondolatokat. Szóval valahogy így születtek a szóvivők? Egyébként pontosan így. A világon is valószínűsíthetően ez hozta létre, ugye Magyarország csak a 90-es évek után kezdte idézőjelbe mondva kitermelni a szóvivőit. Ugye Magyarországon az első hivatalosan szóvivői státuszon bejelentett szóvivő az 1986-ban Bányász Rezső volt, akkor még az MSZNP politikai bizottságának tagjaként ő volt a párt, vagy a kormány, vagy politikai bizottság szóvivője. De mindig emlékszünk rá, hogy Bányász Rezsővel. Igen, egy rendkívül nagy tudású, kicsit behétjibás ember volt. És a követ is volt valahol. Igen, igen, de ő egy rendkívül nagy tudású ember volt. A valójában a szakmai tevékenységet betöltő szóvivők 90 után kerültek Magyarországon a média látókörébe. Akkor, ahogy kinyílt a világ, mi is kinyíltunk, és a szervezetek, intézmények, vállalatok üzeneteit úgynevezett beszélő fejek közvetítették a nagy közönség felé. Akkor, ha már itt az időben egy picit visszamentünk, akkor ugorjunk vissza szintén néhány évet, és hogyha most azt mondom, hogy nemzeti munkaügyi hivatal, akkor jót mondtam? Mindenképpen jót mondod, de hogyha még egy kicsit visszamegyünk, akkor országos munkavédelmi és munkaügyi főfelügyelőség, hiszen ennek a jogutódja lett a hivatal, és valóban itt dolgoztam szóvivőként. Hát ezért is most legalább hallottuk. Na most ezt azért is hozom szóba, és azért soroltam itt az elején annyi mindent, hogy hát nem mindegy, hogy ki, minek, vagy milyen szervezetnek a szóvivője. Na most azt szokták mondani, hogy a szóvivők azok tényleg univerzális emberek, és hogyha a Gedeon Andrásnak azt mondják itt a munkaügyek után, hogy például egy természetvédelmi társaságnak legyen a szóvivője, akkor azt meg lehetne tanulni? Meg lehet tanulni, és ez a része, ami kevésbé látszik a szóvivői szakmának, és lehet ezzel tréfálkozni, hogy aznap 4 percet dolgozott a kollega, de nem, mert itt a felkészülésen múlik minden. Akár egy szakterületen belül, annak egy részéből fel kell készülni, nem megy másképp, tehát ez egy folyamatos tanulás, olyan, mintha minden nap egy kicsit érettségiznénk, nyilván szóbeli, de van itt rendesen írásbeli is, attól függ, hogy az újságíró mit kér.
Hát azt hiszem rokon szakma tulajdonképpen, mert nekünk is szokták mondani, hogy 10 percet dolgoztál, mert addig voltál ott, csak hát előtte mi minden történik. Na most azért is hoztam ezt szóba, mert a képzés az van nálunk mostanában, szóvivő képzés. Ez egy nagyon fontos, szívemhez közel álló, nagyon fontos téma, és köszönöm, hogy megkérdezted. A Szóvivők Egyesülete közel másfél évtizede, amikor megalakult, a célkitűzései között, az elsők között fogalmazta meg azt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy felsőfokú, tehát egyetemi, főiskolai szinten is legyen szóvivőképző szak, és ezt sikerült is elintézni és megszervezni. Az elsőt a Budapesti Kommunikációs Főiskola indította el a Szóvivők Egyesületének közreműködésével 2006-ban. Az első osztály akkor indult. Ma már elmondhatom, hogy több egyetemen is zajlik szóvivőképzés, és nagy büszkeség az, hogy a Szóvivők Egyesületének tagjai közül nagyon sokakat, Andrást is, a Györfi Palit is, Hangazolit is, Nemes Gábort, tegyük sorolhatnám. Helyre, Györfi Pál országos mentőszolgálat, Hangazoltán, Budapesti Állat és Növénykert. Nemes Gábor a most már a Szakszervezeti Szövetség szóvivője, és sorolhatnám még azon szóvivők, Borbé Zoli, aki a legfőbb ügyészségnek volt a szóvivője, az MLS, így van, televíziós kolléga is, így van, Sipos Jenő, az MLS szóvivője, ők mind-mind... Úgy, mint bármi és pénzügyőrség. Volt kezdetben. Azért sorolom, csak mert abszolút nem ugyanaz a pálya is. Hogyne. Igen, sokan mondják azt, hogy beszélni könnyű. Aha. És aztán kiderül, hogy amikor oda kell állni a kamera elé, akkor 1000 millió dolgot kell tudni, és nem is olyan könnyű megszólalni. Uh-huh. Vagy amikor megszólal az ember, akkor rájön, hogy nem is azt mondja, amit mondani kellene, vagy amit mondani akart, mert valami miatt átkapcsolt az agya. Most a beszélgetésünk apropója természetesen a szóvivők bálja, mindjárt beszélünk arról is, csak azért. Sem arról beszélünk, látom. Értem, de mert egy csomó olyan dologról beszélünk, amit nem biztos, hogy tudnak. Hát a bál meg lesz 13-szor, ha jól tudom, és mindjárt elmondjuk persze a programot is, de tulajdonképpen, amit szóba hoztál, hogy nem is olyan könnyű beszélni. Tényleg fel kell készülni rá, és hogy soroltad itt a szóvivőket, akkor az, amire leginkább koncentrálni kell, és mondom mindjárt, mi van a kérdés mögött, mennyire tud önálló véleményt mondani a szóvivő, vagy pedig egyszerűen azt kell mondani, amit a szervezet főnöke diktál. A szóvivő képvisel, tehát ő nem véleményt mond, és ezt valóban egyeztetni kell a szervezet főnökével. Az más kérdés, hogy a szóvivőnek igenis van feladata, felelőssége abban, hogy mi és hogyan hangozzék el, és úgy gondolom, hogy mint a kommunikációnak az adott szervezeten belül felkent szakembere, igenis mondja meg, hogyha úgy látja, hogy ezt nem így kellene elmondani, igen, de egészítsük ki ezzel, és a képviselt tartalmaknak a formáját, a terjedelmét, sőt azt is, hogy azt ki fogja elmondani, és hogyan, és milyen egyéb megszólalók mellett. Erre igenis egyrészt fel kell készíteni a megszólalót, hogyha adott esetben az nem a szóvivő, illetve határozottan fel kell lépni a kommunikáció szempontjait képviselve, hiszen önmagában a vezető által kigondolt tartalom nem biztos, hogy úgy megállja a helyét a közvélemény előtt. Igen, mert azért is kérdeztem, mert nagyon sokan azt hiszik, vagy azt hitték, hogy a szóvivő akkor olyan, mint egy tolmács, hogy ez itt egyik fülénbe, és akkor a másikon ugyanazt mondja, pedig nem egészen így van. Hát hogyha azért van különbség, és sokszor, ezt egy ismerősöm mondta, megköszönik a szóvivőnek, hogy jobban fogalmazott és jobban kifejtette azt a mondandót, amit a szónak ebben az értelmében a főnöke akart. Hát pontosan így van, ez is az egyik nehézsége, már bocsáss meg, András, egyik nehézsége ennek a munkának, hogy a szóvivőnek röviden, tömören és a közvélemény számára érthetően kell fogalmazni, és nem a szakmai terminus technikust szajkózni. Sok esetben kiáll a szakember, aki profi a területén, zseniálisan érti, intézi, csinálja, és amikor el kell mesélni, hogy miről van szó, akkor elkezdi a szakmai szöveget, és akkor senki nem ért belőle semmit. Nos, hát például a szóvivőnek többek között azt is meg kell tudni oldani, hogy azt a szakmai szöveget áttegye magyarról magyarra, és mondjuk még az sem baj, ha azt is tudja,
hogy mi az, hogy 0-16, vagy van neked 0-24, ez nem a 0 órától 24 óráig, hanem mondjuk 24 másodperc alatt fogalmaz meg a lényeget. Na akkor azért beszéljünk a várról is, szóval ugye, hogy 13-dik, hát azért tekintsünk vissza egy pillanatig, mielőtt a mostanit mondanánk, hogy ez az elmúlt 11 néhány. Milyen változtatásokat hozott? Mert azt én állítom, hogy a második nem olyan volt, mint a 12-dik. Sőt, a második már nem olyan volt, mint az első. Igen, valójában a 12-et szervezzük mi magunk. Sorrendjében ez a 13-dik bál, mert a legelsőt, azt még szerényen, akkor alig egy éve alakult Szóvivők Egyesülete egy külső rendezvényszervező irodával szerveztette meg, rendeztette meg, és aztán felbátorodtunk és elkezdtük mi magunk. Úgyhogy most mi megszervezzük a 12-et, jövőre meg a 14-et, ami most sorrendben persze a 13-dik. A lényeg az, hogy minden évben valamivel színesítettük, bővítettük a dolgot, a bál hangulatát, és elértük azt 4-5 éven belül, vagy talán már hamarabb is, hogy a farsangi szezon, a báli szezon leghangulatosabb báljai közé sorolják a Szóvivők báját, és most már ez egy brand, hogy Szóvivő bál, nem csak szóvivőknek, ugye mi nyitottak vagyunk nem csak az Egyesület szakmai tevékenységében, hanem a Szóvivő bál rendezvényeit illetően is. Itt adjuk át a szakmai díjainkat, 5 éve kitaláltuk, és 5 éve díjazzuk az újságírókat, hiszen a Szóvivők az újságírók nélkül nem érnének semmit, hiszen az újságírók azok, akik továbbítják a mi üzeneteinket, mint ahogy ha nem is ilyen egyértelműen, de az újságírók se biztos, hogy lennének olyan sikeresek, a szóvivők persze, nélkül. Hát ezért mi úgy gondoltuk, és az elnökségünk és az Egyesület tagjai ezt elfogadták 5 éve, minden évben kiadjuk a médiadíjakat, a újságírók részére ez így lesz az idén is, kiadjuk a Szavakembere díjat, a Hiteles Tájékoztatás díjat, ez Gál Gregor szobrász művész ajánlja föl most már több mint egy évtizede. Mindig ugyanazt a zenekart hívtuk eddig, most is a Rejk János vezette Helikon együttes zenél. Ez nagyon könnyű eset volt, legalábbis számodra, mert úgy tudom, hogy zenekarszervező is voltál. Hát sokféle elfoglaltságod mellett. A határőrség központi zenekara. Hát ma már úgy mondanák, hogy a menedzsere, igen, menedzsere voltam, de akkor közműveledési főállam, ez még a rendszerváltozás előtti időszakban. Akkor nem így hívták. Mitől megírtam a zenekar történetét is, egy könyvbe megjelent annak idején. De ez nem tankönyv volt? Nem, az Rinyi kiadóban jelent meg, közel 8000 példány. A tankönyvet azt rengeteget, még az egyetem, a Katonai Akadémián, sőt verses kötettem is jelent. Na akkor most visszatérve egy picit magára a szóvivői bálra, ez tulajdonképpen, hogy is mondjam, csak finoman fogalmazva, egyrészt üzleti vállalkozás, ezt nem lehet letagadni, ugye? Hát nem az. Nem. Nem? Hát nem. Mivel egy társadalmi szervezet, most már a szóljuk. Benneteket nem. Direkt. Hát örülnék neki, hogyha úgy lenne üzleti vállalkozás, hogy... Hát miért van belépődi? Hát szervezési díj. De nem adják ingyen a vacsorát, a fellépést, a hajóbérletet, és sorolhatnám. Szeretném, szóval ma már a levegőt sem adják ingyen. Ugrotok, ezt úgy nagyon-nagyon szeretem. Na, szóval mondtad, a hajót hol lesz? Európa rendezvény, ha jól lesz majd. Azért néztem Sándorra, mert a hajó nevében nem voltam biztos, de és magamat is hadd mentsem fel, itt a főszerkesztő helyettes kérdezte, hogy hányadik bál ez, és rossz számot mondtam, de azt hiszem, hogy ezek után Sándor, amit így elsoroltál, hogy 13-14, vagy 12 kötőjel 14. bál, úgy gondolom, hogy ez engem is némileg fel. Persze, és különben is a 13, az szerencse szám is, annak ellenére, hogy sokan azt mondják, hogy nem. Na most a másik mindenféleképpen, hogy aki még soha életében nem volt szóvivői bálon, és esetleg nem is látott róla semmit, akkor, és netán elmegy, mert elmehet. Az jól jár, hogyha elmegy. Az mire számítson? Szóval ezért is mondtam én az előbb, hogy különböznek ezek a bálok, noha a zenekar megvan, de tulajdonképpen a program hogy néz ki, hogy zajlik le egy ilyen ez bál? Ez egy, azt kell mondjam, nem egy puccos bál. Itt nálunk még a meghívóra is az van, kár, hogy nem hoztam be magammal, a meghívóra is az van írva a dresscode-ba, hogy alkalomhoz illően, amiben jól érzi magát. Tehát na itt, ne. De komolyan. Ilyen Amerikában is szokott lenni, komolyan azt tudom. És egyébként hadd mondjak el egy érdekes sztorit, a második, amit mi szerveztünk azon az első bálon, az is az Európa hajón volt, ugyanez volt a felirat, egy asztal, volt egy művészek asztala.
egy asztalhoz ült egy olyan hölgy, aki egy ilyen harang ruhába jött, és az alsó karimája a ruhájának olyan másfél méter átmérőjű, merev. Mint ilyen, a krénolin. Igen. És hát nem tudott leülni a körasztalhoz, két széket ki kellett venni a vendégek közül, és ugyanahhoz az asztalhoz viszont oda jött egy híresség, nem mondom a nevét, mert ma minden nap lehet látni a televízióban, annyit megközelítés, hogy akkor még csak egy ilyen Big Brotherben lehetett őt látni. Na a lényeg az, hogy oda jött egy farmer öltönyben, az is elegáns volt, most képzeld el a kettőt egymás mellett kontrasztba. De jó, nagyon jó a hangulat, nagyon-nagyon-nagyon jó a műsor. Most is, ha szabad a művészekről, hát a fellépésről beszélni, Bródi János, Szűcs Judit, mondták, hogy bevállalósak vagyunk, Galambos Lajos fog éjfél után a zenekarával játszani. Van egy csoda gyermek, Gál Izis, aki 5 éves korában nálunk lépett föl először, hárfán játszott a kislány, ma 15 éves, és most már az egyetemi szinten jár a Zeneakadémián. Már vagy 10 albuma megjelent saját szerzeményeiből, ez tényleg igen. Egy csoda gyermek, és már tavaly azzal lepett meg bennünket, hogy már nagy áriákat is énekelt a bálon. Ez és ő is fellépő, állandó fellépünk. Ott lesz Jónás Tamás, te talán még emlékszel, a Magyar Televízió utolsó Ki mit tudja volt 98-ban, és akkor a Jónás Tamás határőr sorkatonaként nyerte meg a egyéb kategória bűvészként, egyéb kategóriát, határőr volt, és hát most eljön öreg bohóc bűvészként fellép a bálon. Na most én azért is kérdeztem, hogy aki még életében nem volt és nem látott ilyet, akkor maga a bál, ahogy lezajlik folyamatosan, vagy közben eszünk, iszunk, figyelünk, táncolunk, hogy zajlik le? Van egy kötött program, hiszen vannak olyan elemek, amiket nem hagyhatunk ilyen, például a díjaknak az átadása. Ez nyilván. És ebben hatalmas segítséget kapunk a két imáron, mondhatjuk talán, hogy állandó konferenciénktól, vagy... Ha most csak az egyik őjük jön, ugye a Süveges Gergő és a Bényi Ildikó szokott konferálni. Így van, ezt nem tudtam, én mindkettejükre számítottam most. Gergőnek közelmódban közölte, hogy akkor már van neki egy pódium beszélgetése, és ő nem tudja vállalni, de Bényi Ildikó vezeti a bált. Így van, és ezt ők remekül kézben tartják, és mindig elmondják, hogy mi következik, a színpadra szólítják, akár a díjátadót, akár a díjazottat, illetve azt a művészt, aki éppen következik, tehát úgy gondolom, hogy kézben tartják ezt. Aki ott van, és ebben úgy feloldódik, odaül a vacsora asztalhoz, ez természetesen erre figyelnek a szervezők, hogy amikor éppen étkeznek a vendégek, a menü akkor mindenkinél ugyanaz. Ne legyen ütközés, de kétfajta menü van, na, hát értem, a vegetariánusoknak is van, hát az külön is van, és amúgy egyébként mindenkinek ugyanaz. Igen. Így van, és ezt előre elmondják, tehát aki ott van, nem kell attól félnie, hogy most mi következik, hogyan vonódik abba be, vagy éppenséggel, ha ki akar belőle maradni, hát vagy egy távol, azért elmondják. Így van, tehát távol akar maradni, megoldható. Tehát ilyen értelemben. Ha nem akar táncolni, akkor fölmegy az emeleti karzati részre, ott van egy ilyen kaszinó rész, egy külön bárpult, ott is kivetítőn látja, mi zajlik lent a rendezvény szinten, hallja a zenét, de ott játszhat, természetesen nem komoly fizetős játék. Jó, itt a vége, már csak azért is mondom, mert akkor még egyszer, tehát helyszín. Európa hajó, február 17-e, péntek este. Várunk mindenkit szeretettel. És hogyha valakinek akkor jut eszébe, hogy megnézett most minket, hogy oda megy egy órával előtte, akkor még be tud menni? Nem. Nem. Éppen ide jövetel, megnéztem, hogy hogy állunk. 4 asztalnál van még hiányzó hely. Tehát összességében olyan 10-12 szabad hely van. Hát akkor ez is a bál sikerességét bizonyítja. Említettétek a vacsorát. Léteznek még szóvivői vacsorák? Szóvivői reggelik... Mert voltak régen, voltak szóvivő vacsorák. Még a szóvivők úgy jobban voltak egymással. Hát nem is vacsora, mi is, András, te vagy a gazdája ennek a kommunikációs kávéház. Szóval, hogy nem elzártan egymástól végzik a feladatukat a szóvivők, oda akarok kiukadni, hanem azért egymással is néha eszmét cserélnek, gondolom. Március végén szervezi az András, ő találta ki a Komkafét. Valamikor március végén lesz a következő, ahol mindig valami híres embert hívunk el, beszélgettünk vele, és ott társalgunk. Nagyon jó hangulatúak ezek. Annak idején is a Komkafét úgy hirdettük meg, hogy ez egy szakmai ízesítésű, ám kötetlen beszélgetés, és ez meg is jelent, hiszen hogyha egy ismert a saját szakterületén
elismert szaktekintély, ezt bevezeti, esetleg mond néhány mondatot erről, nyilván előre azért a témát nagyjából hát meghatározzuk, hiszen az előző alkalom az a dr. Zahár Gábor volt a vendégünk, és nem lehet az ő nevét ugye a függőségek hát egyebek nélkül persze megemlíteni, ugye ez kiemelkedő szaktekintély ezen a területen, és a szereplésfüggés volt a témája is a Comcafé-nak, és pontosan ez a fajta nyitottság jellemezte, amit említett, hogy akiben felmerül egy kérdés, vagy a saját életében van tapasztalata, mivel ez egy kisebb közösség, nem azért egy nagy terem, családiasabb, és ezeket meg lehetett beszélni. Meg itt lehetett a vége, kérdezni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Máskor is találkozunk, szépen. Remélem, és jó bálozást. Köszönjük szépen. Köszönjük. Selyemút, avagy új Selyemút. Ez is elhangzott például azon a konferencián, ahol nemrégiben forgattunk, és ahol nem csak a magyar-kínai gazdasági, hanem kulturális kapcsolatokról is szó volt. A magyar állam keleti nyitás külpolitikai és külgazdasági stratégiájának fontos alappillére a hosszú távú kiszámítható és előnyöket jelentő kínai-magyar együttműködés. A jelenlegi kínai-magyar kétoldalú gazdasági, politikai, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok még soha nem voltak olyan hatékonyak, mint mostanában. Ennek egyik újabb lépése az a kínai nyelvű konferencia, amelyet a holland EGON célcsoport rendezett. A biztosító társaságnál létezik egy kínai divízió. Tulajdonképpen az önök munkája mi? Alapvetően a kínai divíziónak a létrejöttének az volt az oka, hogy nagy számban élnek kínai állampolgárok Magyarországon. A másik oka a kínai divízió létrejöttének az pedig az, hogy exkluzívan, teljes körűen, egy helyen szolgáljuk ki a kínai ügyfeleket, mind befektetés, mind megtakarítás, mind biztosítás oldalról. Kínai nyelven szolgáljuk ki az ügyfeleket, dedikált irodában, ingyenes konzultációs lehetőséggel, egyedi termékekkel, egyedi személyre szabott kedvezményekkel. Akkor ez azt jelenti, hogy nem csak a nagy befektetők, meg a különféle társaságok jelenléte fontos itt Magyarországon, hanem a kínai állampolgárok, a kínai emberek számára is ez egy lehetőség. Így van, abszolút. Azért is jó, hiszen fontos az, hogy ezeket a potenciális ügyfeleket mi is megszólítsuk, mint ahogy már más szolgáltatók is megszólították Magyarországon. A kínai partner, a kínai fél miért döntött úgy, hogy éppen ezt a biztosító társaságot választja, gondolom befektetési célból? Igen, ez egy nagyon fontos téma, mert 90 óta, több mint a 20 éve itt a kínai nyelve miatt, ez a idegen nyelve miatt nem tud becsatlakozni ez a biztosítás, még a befektetési lehetőség ez a piacra. Mert ez egy nagyon fontos téma, mert Kínában mindegyik szeretik erről befektetni. És a Magyarországon viszont nem tud becsatlakozni, mert nem érti az európai piac nyelve miatt. És mi Magyar-Kínai Új Befektetési Szövetség, még a miniszter megbízott Kasai Robert úr, és össze
összejöttünk ezt a témát, és eljöttünk a EGON központba, és sikerült tárgyalni, hogy a EGON is képes nyitott ebből a kínai EU szolgálatúra, és ez egy nagyon-nagyon fontos lépés Magyarországonra és Európára. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a kínai üzletemberek, a kínai befektetők sokkal könnyebben megtalálják a helyüket a magyar gazdaságban, mint korábban. Igen. Most ez a úgy van építve, ami nyelve, ez a legfontosabb, a külföldre, ez a nyelve a legfontos. Hogyha nyelvre nincsen probléma, akkor mindenki már beszállnak, mindenki becsatlakoznak, és mindenki ilyen jó projekt fog találni, és befektetni fogja Magyarországon. Az önök cége, társasága nem csak ezzel foglalkozik, hanem nagyon komoly munkát végez a magyar-kínai nem csak gazdasági, hanem kulturális kapcsolatok területén is. Az a fajta együttműködés, akár kiállítások, akár festmény, szobor bemutatók, amik már voltak, lesznek a jövőben is mindkét fél részéről? Igen, mi igazából mi hidat szeretnénk építeni, Kínai meg Magyarországon a hidat, meg a kormány is nagyon jó a kapcsolat, és mi szeretnénk, hogy mind közösségnek csinálunk nekik valami, hogy jobban be tud csatlakozni Európában, Magyarországon. Tulajdonképpen ez az együttműködés, ami születőben van, a kínai fél és a biztosító társaság között lesz, vagy pedig ennél több? Azt gondolom, hogy ennél lényegesen több. Az EGON különböző pénzügyi szolgáltatásokat, befektetéseket, részvényvásárlásokat is biztosít a kínaiak részére. Nagyon sok olyan kínai van, aki nem üzletben, hanem más módon szeretné a pénzét kamatoztatni. Miután a bankhitelek eléggé, bankkamatok eléggé alacsonyak, keresnek olyan lehetőséget, és ez ma az egyik ilyen találkozás, hogy a pénzüket eredményesen kamatoztassák. Magyarország kivívta azt a bizalmat, hogy a kínaiak szívesen jönnek ide, hisz nem csak a felminősítés az, amely vonzza őket, hanem a barátságos és kiszámítható környezet, és az, hogyha például azt látjuk, hogy a tőzsde az elmúlt napokban szárnyalni kezdett. Az itteni kínaiak nem csak üzletbe akarják betenni a pénzüket, hanem biztonságos helyre is. Körül fognak nézni a piacon, ez a mai egyik tárgyalás. Tulajdonképpen az, hogy ez mindkét félnek hasznos lesz, gondolom ez az együttműködés, az a mi részünkre mit jelent? Azon kívül, hogy elismerés, éppen az elhangzottak szerint. Hát természetesen minden pénzügyi mozgásnak megvan a megfelelő eredménye minden partner részére. A befektető a kínai fél részére az, hogy befekteti a pénzét, és ezért jutalékot, vagy eredményt, vagy részvényt, vagy nyereséget fog kapni. A pénzügyi intézetnek, jelen esetben az EGON-nak is van ezen egy megfelelő nyeresége. Azt hiszem, a magyar gazdaság számára azonban elsődlegesen az a fontos, hogy az olyan nagy tőkével rendelkezők, mint a kínai üzletemberek is Magyarországot választották, hisz Európa elég nagy, a világ még nagyobb, és mégis nagy részt itt vannak. Sokszor elhangzik az, hogy tulajdonképpen Magyarország a kínaiak számára az Európai Unió előszobája, már ami az üzleti, illetőleg a gazdasági kapcsolatokat jelenti. Ez kis túlzás, vagy pedig tényleg így van? Múltkor egy üzleti találkozón, egy áravatáson egy kínai vezető azt mondta, hogy Magyarország az új Selyemút. Ennél konkrétabban az itt letelepülő vállalkozások, vegyes vállalatok, Európai Uniós vállalatnak minősülnek. Tehát mindazokat a hátrányokat, amelyeket ha Kínából exportálnak,
itt kikerülhetik, kaphatják a magyar támogatást, kaphatják az Európai Uniós támogatást, az Európai Unió számára a piac épp úgy nyitva van, mint egy magyar cég számára, úgyhogy azt gondolom, az elkövetkezendőkben nem csak a privát pénzek, hanem a nagy cégek is megjelennek Magyarországon. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban a művészeket. Elsősorban a művésznőt. Köszönöm szépen. Másodszorban a művész urat, és azért is másodszorban, mert azon kívül, hogy művész, meg színész, hát igazgató is vagy. Egyébként én azért is gondoltam, hogy jó, hogyha találkozunk, és nem csak akkor beszélünk a színházról, speciál a Spirit Színházról, amikor éppen egy bemutató van, vagy éppen költözködés van, hanem akkor is, amikor viszonylag csönd van. Folyamatában. Arra jutott eszembe, és már is átadom a szót, hogy van egy ismerősöm, aki időnként küld egy képeslapot, mit tudom, augusztusban, és azt mondja, hogy érezd magad jól, és ne csak karácsonykor, meg máskor, ilyenkor is. Na szóval, beszélünk, 2011 óta van, ugye? Igen. És amikor megalakult a Spirit, az hát nem mondom, hogy könnyű, az se, hogy nehéz körülmények voltak, de ahhoz képest most jobb vagy nem? Sokkal jobb. Bővebben. Itt ez volt az 5 év alatt elértük egyáltalán azt, hogy egyrészt, hogy életben maradtunk 4 év utazás után, ami nagyon keserves és nehéz sors. És lett tulajdonképpen egy saját állandó társulatunk, illetve aki elkezdett nálunk játszani, és megmaradt és kibírta azt a 4 évet, hogy folyamatosan játszanak, és ez egy nagyon nagy öröm. Ki lehet bírni? Hát gyakorlatilag a János, mint igazgató, fantasztikus vívmányai vannak itt a Spirit Színházzal kapcsolatban, ugyanis megtalálta az állandó helyünket, aminek egy rendkívül különleges varázsa van, nem csak helyileg, hiszen nagyon megközelíthető, nagyon könnyen megközelíthető a Margit híd Budai híd főjénél, az Árpád fejedelem útja 3-4-es szám alatt vagyunk, hanem mostanra már sikerült kialakítani egy olyan légkört, aminek egy külön atmoszférája van. Lent egy nagy büfé fogadja a nézőket, és fönt pedig a játszóhelyünk van. Ami játszóhely mekkora? Hát 100 ember fér el minden este, ez egy olyan 150 négyzetméteres olyan mobil terem, hogy mindig a darab rendezőjétől függően választjuk ki, hogy éppen a terem melyik irányába játszunk. Egyébként maga a terem is egy kicsit olyan, mint egy díszlet, vagy egy kastély, csak a fa, vas, meg minden. Szóval belépünk, címeres akkor már egy díszletbe kerül. De ha már szóba hoztad itt, hogy megvan az új játszóhely, azért egy mondat erejéig ugorjunk vissza, hogy tényleg akkor 11-ben honnan indultatok? A Tália Színházban volt az első bemutatónk, nem igen jutott eszembe színházat csinálni már, és a Paulinyi Tamás, aki egy ismert parapszichológus, de közben meg író, egy önéletrajzi regénye jelentkezett, az ott a cím, hogy Bólévár és egy rettenetes gyerekkort akart. És szokott akkor... egyébként nálunk is szerepelni itt a csatornán. Igen. Ja, de jól üdvözlöm, hogy hogyan lehetne ebből nagyobb közönség sikert, vagy ismertséget kovácsolni, és akkor hát az jutott eszembe rögtön, hogy ez akár egy monodrámára alkalmas, én ezt megírtam, és bementem, akkor Zimányi Zsófia volt még a Tália igazgatója, és abszolút tárt karokkal fogadott színház minden nélkül, és májusban ott álltunk. És játszottunk már. Aztán a Tália után következett? Tália után következett az Átrium, fogadott be minket a belvárosi, de gyakorlatilag ilyen cigány életet éltünk. Vidéken játszottunk sokat, igen. Hát tájolni is. Tájolni, igen. Hát az volt annak a hátránya, hogy a Pesten nem játszol, akkor nem tudsz tájolni, és egy ilyen ördögi körbe bekerül az ember. Aztán jött ez a lehetőség, hogy kicsit próbálkoztunk itt a belvárosban, ez nem volt megfelelő hely, és aztán jött tavaly előtt, októberben volt itt a
az Árpád-fejeden a múlton az első bemutatónk, és azóta havi 20-25 előadást játszunk. Az igen. Na most nem véletlenül kérdeztem én, hogy ez mekkora, mert azért nem csak a rendezőnek, és nem csak az igazgatónak, hanem a művésznőnek, és a színészeknek sem mindegy, bár azt szokták mondani, hogy minden közönségnek egyformán maximumot kell nyújtani, de hát hogyha most összehasonlítjuk, mit tudom én a Nemzeti Színház színpadával, vagy a Nemzeti Színház, mint játszóhelyet említem, vagy akár hol is, Pesti Magyar Színház, hát sokfelé megfordultál. Nem tűnt ez, hogy mondjam, túlzottan családiasnak, vagy picinek, mondjuk egy nemzetihez viszonyítva? Éppen ez az erénye. Uh-huh. Vannak olyan előadásaink, amelyekkel sokat utazunk, feltesszük nagy színpadra is természetesen, tehát mindegyik előadásunk mobilis, bárhova lehet hívni, bárhol megálljuk a helyünket. Viszont a Spirit Színháznak az a különleges atmoszférája, hogy a nézők gyakorlatilag 50 centire nézhetik a színészeket. Ez van olyan színész, akik az idegesít, és van, akinek jobb tesz. Én ugye amikor a Pesti Magyar Színházban játszottam, ott is a Sinkovics Imre színpadon közel voltak a nézők, fent a Várszínházban, bár fenn volt a középméretű 250-es, azt hiszem nagy színpad, de ott volt a refektórium, ami szintén egy közeli színész néző kapcsolatot jelentett. Tehát én négy helyen játszottam annak idején, és ennek egy nagyon különleges varázsa van a Spirit Színháznak, hiszen nekünk is nagyon fontos, hogy a nézőkkel együtt lélegzünk az előadások alatt. Igen, de minden azért darabfüggő is, és nem akarom belét folytani egyáltalán a szót, de az jutott eszembe, hogy most a szó legjobb értelmében ahhoz képest, hogy mekkora a színház és milyen viszontagságos élete volt mostanáig, hát kérem tisztelettel, klasszikus magyar darabok, kortárs darabok, tabu témák, mert olyanok is előjönnek. Szóval most arról nem is beszélek, hogy fesztiválokon való részvétel, akkor ezt, hát azt szokták mondani, hogy bírjátok, de akkor hogy fér ennyi minden bele? Különböző nézők teljesen tematikusan szedjük szét a műsort, különböző néző rétegeket célzunk meg, tehát muszáj mindenkit behívnunk. Nagyon már az elejétől kezdve ez a tabu témákat említettél, itt inkább foglalkozunk addikciókkal, függőségekkel, de itt a netfüggőségtől kezdve a drogig, a női alkoholizmusig folytathatnám a sort, amit igazából spirituális feladatnak gondolok, de mindegyik darabunk, ilyen kapcsolati darab, vannak híres bulvár darabok, az Ölelját, a Furcsa pár, tehát mindegyik érinti ezeket, úgyhogy gyakorlatilag mindegyik a nézőkhöz szól. És mindegyik, ez egy ilyen tétel. Tétel, igen, itt, és kísérletezünk is nagyon bátran. Uh-huh. Az egy Pazolini Tétel című darabja, mert a Teoréma híres film alapján készült, azt Terelyi Péter rendezte, és mindent kipróbálunk, és aztán úgyis meglátjuk, hogy mi az, ami hosszú és távon ez megy. Ez azt is jelenti, hogy a színészeknek, a játszó személyeknek is tulajdonképpen ez, hát hogy mondjam, szinte minden darab, mert annyiféle van, és annyiféle műfaj, hát igazíts, ha rosszat mondok, de mint a minden darab jutalomjáték lenne. Hát ez így van. Ugyanis nem csak prózában, hanem zenében is tovább éltethetjük a művészetünket. Rendkívül sokféle darabot játszunk. Én magamról például azt mondom, hogy mindegyik szerepen merőben más, és tényleg jutalomjáték, ahogy mondtad, nagyon nagy öröm minden este, amit együtt tölthetünk a Spirit Színházban. Mennyire érzed magad igazgatóként színművésznek? És most arra gondolok, hogy hiszen te is játszottál, nem tudom, Dostojevszki darabban, meg Goldoni darabban, és hogy még egyet mondjak egy kicsit a paletta másik oldaláról. A Vukban azt hiszem, hogy karak, és nagyon szerették. Szóval, meg hát játszol is, tudom, de ugye a kettő együtt szépen összefér a Spiritben? Hát, ami 10-től 2-ig, amikor játszom, és erre nagyon szoktatom a kollégákat, kezdik már megszokni, hogy akkor színész vagyok, és utána az irodámban meg igazgató, össze kell, hogy férjen. Mindig nyitva van az irodád ajtaja? Mindig nyitva van. De azt gondolom, hogy olyan kollégák gyűltek itt össze, illetve olyanok tudnak megmaradni, akik ezt elfogadják, és együtt húzzuk ezt a szekeret. Kicsit visszatérek itt a méretekre, azért itt klasszikus nagy színház, nagy
nagy nézőterű színházakból is érkeznek most is éppen vendégek, Ikó Éva, Hegyi Barbara. Igen. És Hegyi Barbara, mint elvált asszony? Mint elvált asszony. Magyarabban. Igen, meg mint Emerenc az ajtóban. Tehát én itt színész, szokták mondani, hogy vannak olyan előadások, amikor a színész úgy dobja a feladatot, vagy rossz kedvű, itt nem teheti meg. És nem is találkozom olyan, hogy valaki ne játszon komolyan, és ez egy külön ereje a színháznak. És ahogy mondtad, hogy állandó társulat, ilyenkor vagy ha nagyon sokáig tart a szűk együttlét, akkor hát akkor nem biztos, hogy mindig veszekedés nélkül meg lehet úszni. De ez a társulat most, amióta van, egymással milyen? Most az nem válasz, hogy családias, meg de jó. Nem élünk feszültségben, nagyon sokat dolgozunk, és nagyon keményen dolgozunk. Tavaly például, nem tudom, azt hiszem, 7 bemutatón volt. És idén is még hátra van néhány. Nagyon keményen dolgozunk, és meg is van az eredménye is, a hatása is, hiszen egy év alatt Budapestre berobbanni egy ilyen színes paletta, most nem tudom, hogy Budapesten összesen 50 színház van körülbelül, és hogy ennek mi lehetünk, de ténylegesen az egyik lélekelmelő, nemes művészettel rendelkező fénypontja. Ugye? Ezt egy év alatt, ez egy nagyon komoly lépés, amit mi megtettünk. De ez csak kemény munkával és céltudatosan működik. Nincs itt helye rivalizásnak, veszekedéseknek, dolgozni kell. Hát igen, meg hát azért is mondtam én az előbb a műfaji sokszínűséget, hogy egymást nem lehet megunni, mint ahogy a darabokat se lehet megunni. Na most a másik, amit már az előbb akartam kérdezni, hogy amikor arról volt szó, hogy milyen közel vannak egymáshoz a színészek, az igazgatóság, stb. Szóval közelebb, úgyis, mint closer, akkor erről beszél, légy szíves. Igen, hát ez annak idején, hát illetve nem olyan régen, nagyon nagy szimpati siker volt Amerikában is, és Angliában is, és azután vitték filmre, amit mi együttesen nem. Nem tartunk olyan jó anyagnak, mint a szimpati változatot. És Bányai Gábor felkértem, hogy rendezze meg nekünk ezt a darabot, és éppen jövő héten szombaton lesz a bemutatója. Ez egy remek, remek kapcsolati játék. Tehát én azokat szeretem igazán, amikor csak a színész számít, és ez tényleg az, amit, hogyha közelről látod, hogy mi történik, akkor azt gondolom, hogy nem múlik el nyomtalanul. Egyébként az utóbbi években, hát ezt is nagyon jól tudjátok, Budapesten, meg máshol is jó néhány színházban előfordult, hogy megcsinálták színpadra azt a darabot, ami egyébként filmen is volt, a Belváros, itt mondtad az előbb, ott is nagyon sokszor, de ilyenkor, és ezért hozom szóba, azt szokta mondani az, aki meg tudja szerezni a darabot, vagy megrendezi, hogy ez két különböző dolog, tehát nincs összehasonlítás a filmmel. Így, hát ez most annyiban más, hogy ugyanaz a szerző, ez a Patrick Marber, hát a írta filmre is, tehát tulajdonképpen az anyag ugyanaz. Nem vagyok benne biztos, hogy filmre kívánkozó dolog volt. Ez nem tudom, ez nem az én tisztem, ezt megítélni. Ja, amikor János felhívott, átküldte e-mailbe az anyagot, és mondtam, hogy Jézus Márián, miért pont ezt a filmet veszük elő? Ugyanis tehát én sem szimpatizáltam a filmmel, mert amikor az amerikaiak európai művészfilmet akarnak csinálni, akkor ez általában nem szokott sikerülni, és ez például az egyik tipikus esete. Tehát emlékszem arra a pillanatra, jöttünk ki az Urammal moziból, és hát elég mély csalódásba vettünk részt. És akkor kérdeztem a János, hogy biztos, hogy mi ezt akarjuk? Elolvastam, és utána azonnal visszahívtam, hogy ez fantasztikus, ez a szövegkönyv. Ebben van mit dolgozni. Egyébként másik két partnerünk, Osgyáni Misi és Marjai Virág, tehát maga, aki nem látta véletlenül a filmet, vagy aki látta, és ugyanúgy járt, mint mi, és nem tetszik neki, nyugodtan és bátran jöhet, mert ez más. Itt két szerelmi háromszögről szól ez a mese, ami mindannyiunk életében furcsa mód előfordul, és nagyon érdekes játékokkal. Hát egyébként más meg a vége a színháznak ezt is, meg a filmnek el is, de persze, ezt nem áruljunk el. Na most még egy így a végén gyorsítsunk azért, mert hála Istennek, még arra is van ideje a társulatnak és a színháznak, hogy jótékonysági előadást tartson, ugye? Egyfelől, igen. Első kérdés, a második kérdés pedig fesztiválokon való részvétel. Annyira fesztiválokon, a másodikra válaszolok, először való részvétel,
hogy most megcsináljuk a saját első nyári fesztiválunkat, tehát júniustól augusztusig hétköznapokon játszunk légkondicionált teremben, ami nem igen. Hát ez teljesen simán Spirit Színházi nyári fesztivál, és vagy a nagy sikereket itt az Orbától a Száz év magányon keresztül játszunk, az Ölejátot, vagy pedig előbemutatókat tartunk, mint például az Equus, vagy a kettőnk új este egy Boris Ján ős bemutató. Tehát azt gondolom, megpróbálunk, illetve bele fogunk illeszkedni a Pesti Fesztivál életbe. Az első kérdés pedig... Kíváncsi voltam, hogy mennyire követi a dolgot. Szóval az első kérdés az valóban itt a Palliatív Rák Egyesület javára tartottuk a Csetszobának decemberben egy jótékonysági estet, amit most több követ, itt Mentál Színház sorozat címen, pontosan a függőségekkel foglalkozunk, ami után mindig egy-egy szakemberrel Szilinóra beszélget, Zaher Gábor, a másik itt, és itt a drogtól kezdve a depressziós öngyilkosságig, minden olyasmi, amit ha ott megbeszélünk, az mindig nagyon-nagyon nagy sikert szokott arra. Persze, mindenféleképpen. Hát azt hiszem, hogy akkor nyáron is, és a fesztiválon is nagyon-nagyon lesztek látva feladatokkal. Egyet még akartam kérdezni, hogy azt olvastam valahol, hogy külföldi megjelenés, és a város nevére emlékszem, csak itt a közeli Buenos Aires. Igen, egy kollégánk, van egy spanyol románc című komoly zenei estünk, ami egy kicsit beavató, úgyhogy Kutik Rezső kollégánk már megjárta ebben Buenos Aires-t, és elkezdünk úgy terjeszkedni, például a Pazolini darabbal, amiben ami alig van szöveg, elindulunk külföldi fesztiválokra. Akkor talán felesleges is megkérdezni, hogy művésznő, a nyári programod milyen? Hál' Istennek, zsúfolt. Tajtékosan, mint a tajtékos dalok? Tajtékosan, és zorbázunk is, és még nem tudom, szóval, hogy szép, jó kis tartalmas nyár lesz. Emellett mire van még időd? Amire csak kell. Csak a beosztás kérdése. Van család is, meg minden, úgyhogy muszáj, hogy mindjárt, mindenre legyen idő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is. Köszönjük szépen a meghívást. És most, kedves nézők, következik az az ember, az a sokoldalú feltaláló, aki egész életében mindössze 3 hónapig járt iskolába, mert hogy a tanároknak az volt a véleménye, hogy szellemi fogyatékos. Sok mindent tudunk róla, sok mindent nem tudunk róla. A zsenit úgy hívják, hogy Thomas Alva Edison, és 170 évvel ezelőtt született, éppen februárban. Ő maga azt mondta, mikor a zseniséget szóba hozták, hogy a zseni 1% ihlet, 99% verejték. És nem csak mondta, hanem meg is dolgozott azért, hogy ez a bizonyos verejték szó megvalósuljon, mert hogy miután nem járt iskolába, otthon és külön-külön tanulta meg mindazt, amit az iskolában nem tudott megtanulni. Minden esetre 10-12 éves korában már nem csak hogy tudott olvasni, hanem olyannyira olvasott volt, hogy otthon volt a lexikonok világában is, és elkezdte már gyerekkorában a kis laboratóriumát építgetni. Elmondta, hogy azt olvasta valahol gyerekkorában, hogyha egy állat szőrét elkezdik simogatni, akkor ott elektromosság keletkezik. Nos, a kis Edison fogta magát, fogott 2 macskát, dróttal összekötötte a farkukat, és várta az áramot. Na, az nem jött. Mi lett a végeredmény? Jól összekarmolták őt a macskák. Na, minden esetre aztán jött a zseni nagyszerű életútja. Először saját erőből szerzett be mindent, laboratóriumi berendezéseket, és hát találmányainak sora, amit szinte el sem lehet mondani, szénszálas izzólámpa, aztán fonográf, távíró, vagy éppen a mikrofon, ami ugye mind a mai napig itt van, és minden itt van a mi életünkben. Ezért is lehetetlen felsorolni, hiszen volt olyan 4 éves időszak az életében, amikor 300 találmányt jelentett be, ami azt jelenti, hogy 5 naponta egyet, hát ezt azóta soha senki nem tudta utána csinálni. Egyébként 1876-ban felállított laboratóriumában körülbelül 1000 szabadalmat kísérletezett ki. Munkatársa volt, azt hiszem, ezt sokan tudják, a Magyar Puskás Tivadarnak is. Szóval kísérletezett például a hangos filmmel, és ami talán mind a mai napig aktuális, 21 éves korában első találmánya az elektronikus szavazatszámláló gép
volt. És a találmányai között szerepel még a diktafon például, vagy a stenciles sokszorosítógép, és az akkumulátortelep is. De még valamit el kell mondani, autógyártás, Henry Ford, Ford T-modell. Edison készítette az első elektromos önindítót. Egyébként életében kétszer nősült, az első felesége mindössze 16 éves volt, amikor összeházasodtak, a második pedig, ő sem volt túlzottan idős, mindössze 20. 6 gyermeke született a házasságaiból. Születésnapja, február 11-e, Ronald Reagan az Egyesült Államok volt elnökének 1983-as rendelete alapján nemzetközi feltalálók napja az Egyesült Államokban. Thomas Alva Edison. És hogy milyen volt a humora? Kérem szépen, ezt írta. Nincs olyan eszköz, amelyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ennyi volt a mai nagykörút. Remélem, hogy sok mindent megjegyeznek ebből az adásból, és most természetesen nem csak Thomas Alva Edisonra gondolok. Egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.